Jó estét kívánok, Détót András vagyok. Tesla. A legtöbbjüknek most biztos beugrott a hatalmas szalagos magnó. És tudják, honnan származik a névadó? A legtöbben azt hiszik, hogy csehszlovák. Nos nem. És azt tudják, hogy ki volt Tesla? Nikola Tesla feltaláló volt. Egy feltaláló, akinek a Nobel-díjat is odaítélték, de ő ezt nem vette át. Na és az elképzelései. A Földön ingyen lett volna az áram, és vezetékek se kellettek volna hozzá. Autó, amelynek nem kell üzemanyag. Íme egy különleges feltaláló, aki állítólag még teleportálta is magát. Váltóáram, vezeték nélküli energia, rádió, modern villanymotor, lézertechnológia, robotok, távvezérlés, és még sorolhatnám. Ezeket használják önök is nap mint nap. De vajon tudják-e, kinek köszönhető mindez? Élt a 20. század elején egy fura fizikus. Egy tudós, akinek gyakran önkívületi állapotban jelentek meg a találmányok. Egy ember, aki jócskán megelőzte a korát. Egy különc fizikus, akinek már-már elfeledett alakját legendák tucatjai övezik. Egy feltaláló, akinek találmányait ma is milliók használják. Nevét mégis alig ismerik. Ő Nikola Tesla. Ez az ő legendája. A tudós világ szerint Tesla volt a fizika Leonardo da Vinci-je. Ám az, hogy feltaláló lett, csak egy betegségnek köszönhette. Maláriában majdnem meghalt. A maláriából 8 hónapos felépülést követően olyan gyenge fizikumú volt, hogy édesapja idézőjelben megkegyelmezve neki azt mondta, hogy ne katona, hanem inkább tudós pályára menjen. Tudós lett. Méghozzá olyan, amilyen azelőtt nem volt. Úgynevezett fejben tervező. Nem csak a távrajzokat tudta elképzelni, tehát papír és írószer nélkül, hanem magát a találmányát is képes volt a fejében legyártani, működtetni, ha az hibázik, kopik valahol, akkor javítani, és így fizikai anyagra átvinni már csak a tökéleteset vitte át. Nikola Tesla 1881-ben Magyarországra költözött. Ebbe a pomázi házba rengeteget járt. Erre emlékeztet a tábla is a falon. Nagybátyja Mandics Pál lakott itt. Ő protezsálta be Puskás Tivadar telefonközpontjába. A telefon hangerősítésének egy feltalálásához vezetett az ő itt léte, 2 évig mindössze 20 hónapot dolgozott Pesten. Golub Iván a pomázi szerb kisebbség alapítványának elnöke. Évek óta kutatja Tesla emlékeit a környéken, mivel orvos nem csodálkozott, amikor azt találta, hogy egyszer 20 napi megfeszített folyamatos munka után Tesla idegösszeroppanást kapott. Minden hangot egyszeresen hallok. Nyugodj meg, Nikola, ez a túlérzékenységed, ez el fog múlni. Az ideg összeroppanása után a szaglása, a tapintása és a hallása hihetetlenül érzékeny lett. Az orvosok nem is tudtak vele mit kezdeni. Stupán Zsárkó a világ egyetlen Tesla múzeumának tárlatvezetője. Ám mielőtt megmutatom, hogy fest az 50 éves múzeum, lássuk, hogy épült fel a szervfizikus az ideg összeroppanásból. Magyar asszisztense Szigeti Antal gyógyította meg. Egyszerűen azt tanácsolta, mozogjon többet. Így lett szemtanúja a Városligetben, amikor egy séta közben Tesla lelki személy előtt hirtelen megjelent élete legnagyobb találmánya. Egyik kedvenc művéből a Goethe Faustjából idézett. Aztán hirtelen megmervedett, mert megjelent előtte az, amit már régóta keresett, igazából főiskolai tanulmányai óta keresett. A váltóáramú dinamó is motor. A tervet azonnal lerajzolta a homokba. Ma is ez a motor hajtja a legtöbb háztartási gépet. De Teslának ez csak a kezdet volt. Élete legnagyobb harca és legendás találmányainak korszaka csak akkor kezdődött. A 20. század eleje az egyenáram és a váltóáram csatája volt, vagyis Thomas Edison és Nikola Tesla legendás küzdelme. Tesla több ízben is bizonyította, hogy a váltóáram olcsóbban és messzebbre vihető, mint az egyenáram. Edison és a befektetők viszont nem hittek neki. Ezért Edison mindent megtett, hogy az emberek féljenek a Tesla féle váltóáramtól. Kegyetlen kísérleteket végzett. Iskolás gyerekeket bérelt föl, hogy állatokat gyűjtsön be, kóborokat, és azokat látványos módon, ilyen utcai pódiumokon váltóárammal elpusztítsam, hogy bemutassa, hogy milyen veszélyes a váltóáram. És ez is Edison műve. 1903-ban New Yorkban, 1500 ember előtt 6600 voltos váltóáramot vezetett egy elefántba. Válaszul Tesla bűvész mutatványokban szemléltette, milyen biztonságos is a váltóáram. Teljesen veszélytelen. Nagyon látványos
ilyen bűvész trükkhöz illő módon a színpadra helyezett végülis Tesla tekercshez hasonló eszközt, ami óriási feszültséget állít elő, ami nagyon látványos módon szikrázik, tehát ilyen több méteres szikrákra kell ott gondolni, amik között ő csak simán járkál. Edison és Tesla háborújának a Niagara vízes is vetett véget. Nem, egyikük sem lett öngyilkos. Edisont egyszerűen két várra fektette, amit Tesla és George Westinghouse, akkor másik jelentős fizikusa alkotott. A szerb feltalálónak még gyerekkorában villant be a vízturbina modellje. A világ első vízjárőművével nem sokára ellátták árammal a 20 kilométerre fekvő Buffalót. Ezután a váltóáram robbanásszerűen meghódította Amerikát, majd az egész világot. A hatalmas siker ellenére Tesla váratlanul visszavonult. Legnagyobb álmát szerette volna megépíteni. Egy olyan 5 toronyból álló világméretű kommunikációs és energiaellátó rendszer tervezett meg, ami alkalmas arra, hogy kommunikáljon, tehát hangot és képet vigyen át és energiát, mindez vezeték nélkül a Föld elektromos tulajdonságait kihasználva. Ez volt a Wardenclyffe torony. Tesla úgy képzelte el, hogy Pekingben, New Yorkban, a két sarkon és Amsterdamban kell tornyokat építeni, hogy az egész Földet elláthassák ingyen energiával. De csak egy, a New York-i épült meg. Havasi Ferenc Tesla kutató szerint ez volt minden idők legmisztikusabb építménye. Annyit lehet róla tudni, hogy 1903. június 15-én este bekapcsolta. És amikor bekapcsolta, azt nem csak ő vette észre, hanem New York összes lakosa. Színes villámok cikáztak a torony tetejéből az égig, és a körülötte lévő levegő, New York körülött lévő levegő világított. Tesla csak akkor egyszer kapcsolta be a tornyot. Többször nem is lépett be oda. Senki nem tudja, hogy miért. Mások viszont többször bementek. Az amerikai kormány és az üzletemberek féltek tőle, hogy valaki fegyverként használja majd, és hogy ne kerülhessen rossz kezekbe. 1917-ben felrobbantották. Nem ez volt az egyetlen találmánya a szerb tudósnak, amelytől félt az amerikai kormány. Az 1930-as években az FBI is megfigyelte Teslát. Ekkor találta fel ugyanis a halálsugár nevű fegyvert. Ez egy nagy feszültségű részecske gyorsító volt, amit repülők vagy rakéták ellen tervezett. Bár a II. Világháborúban ezt hazájának, Szerbiának is felajánlotta, csoda fegyverei ott sem kellettek senkinek. Többi soha nem tervezett fegyvereket. A teleportálás. Tesla állítólag kísérletezett a testek elmozdításával is. Úgy vélte, a megfelelő frekvenciájú magas feszültség képes lehet egy testet a térben elmozdítani. Bár erre bizonyítékot nem találtak, sokan állítják, hogy Tesla saját magát is teleportálta egyszer. Ha sikerült is neki, a mai tudósok nem tudják, hogy hogyan. Tesla nagyon figyelt arra, hogy amire nem érett az emberiség, azt ő nem hozta nyilvánosságra. Ilyen volt ez az autó is. Egy Pierce-Arrow, ami állítólag üzemanyag nélkül működött. Képes volt nagyon halk üzemmódban, és rejtélyes forrásból táplálkozva működni. De ennek a működési elve nem tudjuk máig sem, hogy hogyan történt. Ezt viszont ma már ismerjük. Ez a távirányítás. De 1900 környékén ezt még boszorkányságnak tartották. 1898-ban botrányt okozott a New York-i Central Parkban. Egy tavon bemutatta távirányítású hajóját. A tudósok egy része azt hitte, gondolatával irányítja, másik részük a vízbe ugrott, és valami sínt vagy drótokat keresett a hajóra szerelve. Tesla 100-nál is több találmánya után 1912-ben Nobel-díjat kapott. De ő ezt soha nem vette át. Azt vallotta ugyanis, hogy az elismerések, a díjak, a pénz csak üres hízelgések. Az igazi jutalom szerinte a találmányok alkalmazása az emberek életében. Tesla összesen 146 találmányt szabadalmaztatott. A róla elnevezett múzeumban még sincs egyetlen eredeti darab sem, meséli az intézmény fiatal munkatársa. Tesla összes találmánya elégett egy tűzben a 900-as évek elején az amerikai Colorado Springsben. Így furcsa mód a világ egyetlen Tesla múzeumában csak reprodukált munkái vannak. Igaz, ezeket az ő idejében készítették a pályatársai és csodálói. A múzeumot 1955-ben nyitották meg, azóta semmit nem költöttek rá. Ezért egyes részei ma már nem is látogathatók. Ilyen ez a terem is, pedig itt a feltaláló földi maradványait őrzik, egy vasgömbben. Nikola Tesla az elektronika modernkori úttörője. Úgy halt meg, ahogy Amerikába érkezett. Egyedül és szegényen. De még halála után is felfedezett valamit. A rádiózást. Legalábbis az amerikai legfelsőbb bíróság csak halála után adta neki hivatalosan ezt a szabadalmat. Az utolsót.